ezek az új művek legalább 25 éven át 100%-osan működnek majd Mándok és Tuzsér határában. A 17 darab művet 4 milliárd forint önerőből és hitelből telepítették. A 40 ezer napelem tábla működőképes marad negyed évszázad után is bár azt követően csökken a teljesítményük. Jelenleg 17-szer 700 megawattóra áramot termelnek a parkok egy évben. A közérthetőség kedvéért egy családi ház éves 2100 kWh fogyasztását a mándoki erőmű nagyjából 27 perc alatt előállítja napos időben. A projekt másfél évvel ezelőtt kezdődött. A banki kölcsön és az előzetes munkálatok után maga a beruházás 2018. szeptemberében indult és évvégére el is készült. Ezután jött a csatlakozási és engedélyeztetési munkafolyamat, valamint az administratív teendők. Végül idén márciusban elkezdődött a próbaüzem, és április 1-től úgynevezett kát, vagyis kötelező átvételi rendszerben megy a termelés. Sok helyszínt megvizsgáltunk, és nagyon fontos szempont a beruházásnál, egy naperi beruházásnál a napsütéses órák száma mellett a csatlakozási pontok kiválasztása, tehát hogy mennyire közel van a csatlakozási pont, és ebből a szempontból itt találtunk kettő szerencsés területet, ahol egyrészt nem egy nagy, magas aranykorona értékű földet kellett a művelésből kivonni, hanem egyébként más célra nem hasznosítható területről volt szó, és az egyik területnek a kellős közepén, a másiknál meg pont mellett, te volt egy csatlakozási pont, ami miatt a beruházási költségünk jóval kedvezőbb lett. Egy-egy naparőmű a 700 megawatt óra ára mindegy 70%-át április és szeptember között termeli. A felszerelt napelemek a napenergiát automatikusan változtatják át elektromos energiává, így szakemberek további beavatkozása nem szükséges hozzá a környék mondjuk négy-öt településének az energiállátását fedezni ez, hogyha csak ebből lenne fedezve az energiállátása. Nyilván ezek az erőművek általában napban termelnek, ugye mondjuk reggel 9 este 5 óráig, tehát csak ebből nem lehetne a települések energiállátását fedezni, viszont a megtermett mennyiség elég lenne négy nagy településnek az energiállátására. A holding a megtermelt villamos energiát a kötelező átvételi rendszerben értékesíti, ez azt jelenti, hogy támogatott áron az állam vásárolja meg. A befektetett 4 milliárdos összeg körülbelül 11 év után térülhet meg.